A fotóalany arca rendszerint nem tökéletesen szimmetrikus, az egyik szem feljebb lehet, mint a másik, esetleg az orrnyereg görbe egy kicsit, vagy az illetőnek féloldalas a mosolya, és így tovább, és így tovább. Szerencsére ezeket az egyenletlenségeket el lehet tüntetni itt a Photoshop segítségével. Sziasztok, mai videómban a szimmetrikusabb arcvonások kialakításával fogunk megismerkedni. Íme a retusálandó kép. Ha alaposan megnézzük a hölgy arcát, észrevehetjük, hogy a bal szeme egy kicsit feljebb van, mint a jobb, illetve egy kicsit zártabb is a szemhéja. Ugyanakkor látszik, hogy nem szimmetrikusan helyezkedik el a bal, illetve a jobb szem. Ezen egy kicsit korrigálni fogunk, illetve azt is lehet látni, hogy az orr sem tökéletesen egyenes, van egy kis görbület az orrba, illetve ezt itt az orr csúcson, ezt a kis púpot is el fogjuk tüntetni, illetve az orrcimpákat is keskenyítjük, de így, ahogy van ez a kép, így is nagyon szép, csak ezen a képen úgy gondoltam, hogy be fogom tudni mutatni, hogy mire is képes a Photoshopnak a Liquify eszköze. Kezdjük először is a szemek méretének kiegyenlítésével. Én egy kicsit most közelebb megyek a fényképen. Szóval a szem méretét fogjuk kiegyenlíteni. Válasszuk először is a lasszó eszközünket, vagy egyszerűen megnyomhatjuk az L billentyűt is, és rajzoljunk egy kijelölést, egy tág kijelölést, igyekezzünk úgy, hogy a szemöldök is bent legyen. Azért kell, hogy a szemöldök bent legyen, mivel látszik, hogy nincs, tehát nem szimmetrikus a két szem, ezért egy kicsit a baloldali szemet lejjebb fogjuk egy pár képponttal tolni. Szóval, ha megvan a lasszó eszközünkkel, körbe rajzoltuk a szemöldököt, illetve a szemet, akkor egy kicsit a élágyítást alkalmazzuk, válasszuk ki a Select menüből a Modify lehetőséget, és azon belül a Feeder értéknél állítsunk be 10-es képpontot, nyomjuk meg az OK gombot. Ezután a Ctrl-J billentyűk lenyomásával másoljuk a szem körül kijelölt területet egy önálló rétegre, és most átméretezzük, ezért nyomjuk meg a Ctrl-T billentyű parancsot, vagyis a Free Transform, a szabad alakítás eszközt fogjuk most használni. Ahhoz, hogy ne torzuljanak a képarányok, nyomjuk le a Shift és az Alt billentyűket, és egy kicsit fogjuk meg az egyik kis kockát, és nagyítsuk ki egy kicsit a szemet, ha ez megfelelő, akkor most ideállunk az egyik oldalra, a sarokpontra, és ha megjelenik ez a kétágú kis nyilacska, akkor egyszerűen az egér bal gombját lenyomva tartva egy kicsit a szemet átmozgatjuk, ez így teljesen megfelelő, és most egy szintbe fogjuk hozni a két szemet. Pár képponttal lejjebb visszük, így nagyjából egy szintre került a két szem, illetve még egy kicsit korrigálunk. A lefelé mozgó nyilacskával hoztam lejjebb a szemet egy-két képponttal, illetve kicsit balra fogom húzni, hogy ne legyen olyan közelülő. Talán még egy kicsit nagyítok is így a szemem. Ha úgy érezzük, hogy elégedettek vagyunk a munkával, akkor nyomjuk meg az Enter gombot. Látszik is, hogy egy szintre került a két szem. Le is ellenőrizhetjük, ha itt. Igen. Most a következő teendőnk az, hogy a jobb szemnél a szemhéjat egy kicsit feljebb fogjuk tolni, de mielőtt még ezt megtennénk, ezt a két réteget, hozzunk létre egy egyesített réteget, nyomjuk meg a Ctrl-Alt-Shift-E billentyű parancsot.
Szóval akkor rétrehoztuk az egyesített rétegünket a rétegverem tetején, ez maradjon aktív, és most egy kicsit a jobb szemet tágabbra fogjuk nyitni. Egyszerűen a filter menüből válasszuk ki a Liquify eszközt, parancsot, egy kicsit belenagyítunk, és most tehát a jobb oldali szemet fogjuk egy kicsit nyitottabbá tenni. Ahhoz, hogy ne az egész szemünk mozogjon, szükségünk van a Freeze eszközre, a Freeze Mask Tool-ra, beállítjuk a megfelelő ecset méretet, és egyszerűen lefestjük azt, amit nem szeretnénk, hogy mozogjon. Tehát lefagyasszuk. Ezután válasszuk ki a Forward Warp eszközt, állítsunk be egy kis ecset méretet, és finom mozdulatokkal toljuk fel egy kicsit a szemhéjat. Tényleg csak nagyon finom mozdulatokkal, nem kell annyira nagyon nagy. Így itt, így. Tényleg elég. Még ne nyomjuk meg az OK gombot, mert még nem végeztünk. Itt a Liquify parancson belül fogjuk egy kicsit korrigálni az orrnak az irányát. Ez is a Warp eszközre van szükségünk. Beállítjuk a megfelelő ecset méretet. Ezt lehet az Alt billentyűt lenyomva tartjuk, illetve az egérnek a jobb gombát, ugyanúgy, ahogy a sima Photoshopnál is működik. Illetve itt oldalt is be tudjuk állítani az ecsetünk paramétereit. Én először is a Forward Warp eszközzel egy kicsit feljebb nyomom ezt a kis púpot az orron. Úgy. És látszik, hogy ez az orrcimpa egy kicsit nagyobb, mint a másik, ezért ebből le fogok egy kicsit csippenteni. Ezért igénybe veszem a közelítő, vagyis a pucker eszközünket. Ez a lényeg, ez az eszköz lényegében eltünteti az alatta lévő képpontokat, ezért nagyon óvatosan kell vele bánni. Tényleg csak nagyon-nagyon finoman használjuk, mert egy pillanat alatt ez szerintem egy-két kattintás esetleg. Több nem is kell. Újból a Warp eszközzel egy kicsit én feljebb nyomom itt a... Itt, ezt már nem is piszkálom. Látni lehet, hogy az orr nem teljesen egyenes, ezért kiegyenesítjük, maradjunk még a Forward Warp eszközünknél, és egy kicsit nyomjuk be ezt így, és most ki fogjuk egyenesíteni az orrot. Most az egész orrot fogjuk elcsavarni, ehhez pedig a Twirl Clockwise, vagyis a bal csavaros örvény eszközt fogjuk használni, vagy nyomjuk le egyszerűen a C billentyű parancsot. Nagyobbra veszem az ecsetnek a méretét, körülbelül így ekkora teljesen megfelel. Egyébként ez a Twirl Clockwise alapértelmezés szerint az óramutató járásával megegyező irányba csavarja az órot. Ez látható is. Én ezt most visszanyomom a Ctrl-Z parancsokkal. De nekünk az óramutató járásával ellentétes irány kell, ezért nyomjuk meg az Alt billentyűt, és használjuk ezt, és egy kicsit ki is egyenesítette. Igen. Kicsit távolabb megyünk. Ez túl egyenes lett, egy kicsit visszaveszem, ugyanúgy, hogy az altot. Most csak simán nem nyomom az altot, és akkor így, és újból a warp eszközzel egy kicsit kiegyenesítem ezt a görbületet. Ha nem találunk más hibát, akkor vissza is mehetünk, hogyha az OK gombot lenyomjuk, de én először itt a Radir eszközönnel eltüntetem ezt a fagyasztót.
És egy kicsit esetleg még annyit, de ez tényleg nem fontos, hogy egy kicsit a fogat is szimmetrikusabbá tesszük, de az ajak széleit egy kicsit lefagyasszuk prízeszközünkkel. Fogjuk a forward warp eszközt, beállítjuk a megfelelő kis méretet, és tényleg nagyon enyhén egy kicsit beljebb nyomom én ezt a fogacskát, hogy azon már nem újjon. Így né. Fogom a radírt, kiradírozom, és szerintem most már megnyomom az OK gombot. Ha meg vagyunk elégedve vele, akkor nincs más tenni. Most már lágyíthatjuk a bőrt esetleg, és digitális sminket is alkalmazhatunk. Csak ezzel a fotóval szerettem volna megmutatni, hogy hogyan lehet szimmetrikusabbá tenni az arcvonásokat. Ebből indultunk ki. Ilyen volt, ilyen lett. Ilyen volt, ilyen lett. Ha tetszenek a videóink, akkor iratkozzatok fel minél többen a csatornánkra. Sziasztok!